Ma is hagyatájékoztatónk témája még mindig az Emberi Jogok Európai Bíróságának legutóbbi döntésével kapcsolatos. Ez a Strasbourg-i ítélet Magyarországot elítélte, megbüntette azért, mert elutasítottunk két bevándorlási kérelmet. Azonban ez nem csak a józan ésszel és a jogérzékkel megy szembe, hanem azt is leleplezi, hogy a sorosféle migráns szervezetek 10 milliárdokat kereshetnek a migráns bizniszen. Ebben a két perben az elutasított két bevándorlót a Soros György által támogatott Helsinki Bizottság képviselte. Jegyezzük meg azt is, hogy nem a bevándorlók kértek segítséget vagy képviseletet a Helsinki Bizottságtól, fordítva történt a dolog. A Helsinki Bizottság kereste meg ezeket az embereket, és használta fel őket cinikus módon arra, hogy Magyarországot megtámadja az európai fórumokon. A Strasbourg-i Bíróság azt az ítéletet hozta, hogy a két elutasított bevándorlónak fejenként 3-3 millió forint kárterítést kell Magyarországnak fizetnie, és ezen felül a Helsinki Bizottságnak még további 2,7 millió forintot per költség címén. Az ítélet amellett, hogy felháborító és jogilag is nonsense, nagyon érdekes pénzügyi vonatkozásokat is tartalmaz, javaslom, hogy számoljunk egy kicsit közösen. Csak ezen az egy peren, tehát a Helsinki Bizottság 2,7 millió forinthoz jutna, amennyiben Magyarország kifizetné ezt a kártérítést, vagy ezt az összeget. Ráadásul úgy tudjuk, hogy mivel a két bangladesi bevándorló nincs is meg, ők eltűntek a horizontról, ezért a nekik megítélt összeget is, ha Magyarország fizetne, akkor a Helsinki Bizottság venné fel, helyezné letétbe, így ez a pénz is náluk landolna. Magyarország az elmúlt időszakban körülbelül 10 000 bevándorlási kérelmet utasított el, és másik további 5 000 esetben került sor őrizetbe vételre vagy idegenrendészeti eljárásra illegális bevándorlókkal szemben. Ez összesen körülbelül 15 000 esetet jelent. Ha futószalagon minden egyes ilyen ügyben a Helsinki Bizottság és más soros szervezetek beperelnék Magyarországot, és ilyen abszurd ítéletek születnének, akkor könnyen kiszámolható, hogy ezek a szervezetek több mint 40 milliárd forintot kaszálnának a migráns bizniszen Magyarország és a magyar adófizetők kárára. Nem beszélve arról, hogyha az illegális bevándorlóknak megítélt összegeket is felszorozzuk, akkor ez további hasonló összeget eredményezne. Így most már még érthetőbb, hogy a soros szervezetek miért támadják olyan vehemensen és olyan szélsőségesen Magyarországot, miért használnak fel minden alkalmat arra, hogy országunkat befeketítsék Európában és más nemzetközi fórumokon. Ahogy lenni szokott, Soros György, amikor megtámad egy országot, eközben még egy kis pénzt is szívesen keres. Most is ezt látjuk, ennek a jeleit mutatják ezek az ügyek. Magyarország azonban nem partner, és nem lehet partner sem az illegális migrációban, sem pedig a migráns bizniszben. A kormánynak meg kell támadni a Strasbourg-i ítéletet, ellen kell állni ennek a nemzetközi nyomásnak, és nem szabad hagyni azt, hogy a magyar emberek pénze az illegális bevándorlást és a migráns bizniszt segítse.